Ukrajna az ensz közösen mindent elkövet az ukrán tengeri kikötők zárlatának feloldásáért, hogy megakadályozza a globális élelmiszerválságot áll Ukrajna külügyminisztériumának közleményében. Mint írták, vizsgálják az ukrán mezőgazdasági termékek exportját szolgáló humanitárius folyosó létrehozásának lehetőségeit. Mivel Oroszország a közelmúltban a Mikolajivi Gabona terminára mért rakétacsapást, nem zárható ki egy humanitárius folyosó megtámadása sem. Éppen ezért hatékony biztonsági garanciákra van szükség a hajózás újraindításához. Ezeket a garanciákat további fegyverek ukrajnai szállításával és harmadik országok haditengerészeti erőinek bevonásával kell biztosítani, áll a külügyi tárca közleményében. Megjegyezték, hogy ebben a kérdésben egyelőre nincs megállapodás Ukrajna, Törökország és Oroszország között. Minden olyan megállapodás, amely nem veszi figyelembe Ukrajna érdekeit, el lesz utasítva, közölték a külügyminisztérium illetékesei.